Ez itt a Halottnak a Kocs heti hírlevele hangos formátumban, Pán Andrással. Garantált világ megváltás az inboxodban. Igérem, minden pénteken olyan e-mailt küldök neked, aminek örülni fogsz. Iratkozz föl a legjobb e-mail címeddel a halottnak a kocs.hu weboldalon. Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzá. Szia, kedves hallgató, hogy vagy? Én múlt hétvégén visszatértem a forradalmi hangulatú Pesti tavaszból az elszigetelt Stockholmba, ahol érkezésemre azonnali hidegfront köszöntött rám, hogy másnap reggel vékony hótakaró borítsa a háztetőket és a pázsitot. Na az biztos, hogy ilyesmire nem kell majd panaszkodjak, ha visszaköltözünk Magyarországra, de lesz helyette ezer más. Az ott tartózkodásom két hete alatt próbáltam tudatosan figyelni arra, hogy tényleg csupán a saját érzékelésem alapján ítéljem meg, milyen is az élet otthon, de ez eléggé trükkös dolog. Hogy miért? Mert a minket körülvevő emberek látásmódja, a bennük kialakult vélemény, az ő hangulatuk tagadhatatlanul hatással vannak ránk, így a közhangulat, a morál mindenképpen befolyásolja azt, hogy hogyan érzékelem a világot magam körül. Hiába látom én a magyar hétköznapok szépségét, ha a körülöttem lévők mindig mindenre panaszkodnak, gorombák és frusztráltak. A munkám miatt volt szerencsém sok Magyarországon élő külföldivel beszélgetni, és az ír, a csillei, meg a dél-afrikai is arra panaszkodik, hogy mennyire csúnyán viselkednek a magyarok egymással, mindenkivel, hogy mennyire hétköznapi az otromba modor. Ezek az emberek már 5-8 éve Pesten élnek, és azért költöztek oda, mert imádták, de mindannyian arról mesélnek, hogy szépen lassan bedarálta őket ez a negatív hangulat és ezek mindannyian nagyon pozitív, változtatni képes emberek, akiket sem genetikusan, sem transgenerációsan nem sújt a magyar átok. Ezt látom a legnagyobb veszélynek a saját boldogságomra nézve, hogyan tudok majd örülni a félig teri pohárnak, miközben a környezetemben mindenki azon anyázik, hogy félig üres. Közben valami külső körülményben, más személyekben vagy csoportokban látják a hiányokát, és eszükbe sem jut, hogy maguk is változtathatnának a helyzeten vagy a felfogásukon, csak várják a soha el nem érkező csodát. Na, ennyit a társadalmi megfigyeléseimről, folytassuk egy munkahelyi jelenséggel. Szintén a munkám során van szerencsém belelátni sok munkahelyi szervezet működésébe, és van egy visszatérő jelenség, amiről muszáj szót ejtenem. Gyakran van a cégben egy olyan személy, aki az átlagosnál sokkal-sokkal magasabb elvárásokat támaszt magával, és ebből adódóan a társaival szemben is. Ő az, aki a családját, az egészségét, a magánéletét háttérbe szorítva, hétvégén is dolgozik, éjszakában nyúlóan küzde határidőkkel, és sosem elégedett az eredménnyel, sőt, van benne egy sértettség, mivel a többiek nem hajlandóak ennyi áldozatot hozni a munkaoltárán. Még jobban zavarja, hogy senki sem igazán értékeli az áldozathozatalát, ő pedig úgy nőtt föl, hogy az extrém munka, a kimagasló eredmény elengedhetetlen feltétele a szülői buksisiminek. Ezért nem fér a fejébe, hogy minél többet dolgozik, annál kevésbé fogják szeretni a kollégái. Növekszik benne a frusztráció, egyre fáradtabb és keserűbb lesz, és egyre nagyobb vélt erkölcsi magasságból nézi le a munkatársait. Nos, főleg nekik szól a következő kis példázat. Képzeld el, hogy van egy borkostoló klub, ahol a tagok minden héten összegyűlnek, hogy kulturált körülmények között megismerkedjenek egy-egy régió legjobb boraival. Az egész szerveződésnek nem csupán az ivászata célja, hanem fontos számukra a közösségépítés és egy magasabb ügy szolgálata is, ezért odafigyelnek arra, hogy fenntartható módon készüljenek az általuk vásárolt borok, a klub maga pedig támogat egy klímaprogramot. A mértékletesség jegyében az egyik alapszabály, hogy alkalmanként maximum 8 különböző bort kóstolnak meg. Ennek a klubnak azonban van egy tagja, aki már spiccesen érkezik meg minden alkalommal, és lényegesen többet vedel a többieknél. Miközben mindenki jókedéllyel beszélget egymással, ő egyre részegebben, egyre frusztráltabban szorul a perifériára, és a sarokban passzív-agresszív megjegyzéseket dörmel a bajsza alá, egyre jobban szapulja a többieket. Aztán egy ponton felcsattan, és elkezd őrjöngve üvöltözni mindenkivel, hogy miért nem isznak annyit, mint ő. Kedves hallgató, te mit tennél ezzel a klubtaggal? És ehhez képest hogyan kezeljük a munkamániás, antiszociális kollégákat a munkavilágában? Hm? Most jön a podcast ajánló. A legutóbbi halottnak a coach epizódban arról beszélgettünk, hogy mi is az a personal branding. Bullshit vagy tudomány? Kell -e ez nekünk, vagy csak a vannabi influencereknek? Meg annyi kérdés segít tisztázni a legutóbbi adás, amelyben vendégem dr. László Móni, Personal Branding Strategist, aki a hallgatói kérdésekre is válaszol. Hallgassd meg a kedvenc podcast lejátszódon, és hogyha tetszik az adás, vagy hasznosnak találod, akkor ezt oszd meg mással is. Amúgy, amíg Pesten voltam, felvettem még egy tök jó beszélgetést Burú Évivel, a Fabrik kávézó tulajdonosával, aki ügynökségi arcként éget ki, és azt gondolta, hogy a megoldás valami teljesen más irány lesz. Erre a Halottnak a Kócs epizódra még várni kell egy kicsit, de addig is hallgathatod az ő podcastjüket, melynek címe Nyitva Tartás, és sokat foglalkoznak a fenntarthatósággal, meg a mentális egészséggel. Szintén még podcast fronton beszámolok arról, hogy voltam a Publicis Group ügynökség Csili stúdiójában is. Egyébként ezt a határőrségnél úgy mondták, hogy Csitti Fitti stúdiójában, ahol négy angol nyelvű podcast epizódot is felvettünk a Van című belsős adáshoz, melyben szenior vezetők meséltek a stresszhez való viszonyukról. Nagyon szeretek a publicis dolgozni és részt venni az Employee Wellbeing programjukban, melynek részeként nem csupán rezidens kócsként vagyok elérhető két hetente az összes alkalmazottnak, hanem ilyen kreatív projektekre is nyitottak. Nagyon remélem, hogy egy nap nyilvánosá teszik a felvételeket. És a végén egy kis hangos képajánló. Én tényleg eléggé húzós heteken vagyok túl, esténként már egyáltalán nem maradtak sejtjeim az olvasáshoz még szerencsé, hogy megjelent az egyik új kedvenc sorozatom második évad a Disney Plus-on. Továbbra is rettenetesen imádom az Extraordinary-t, ne hagyd ki tesse, ha szereted az abszurd angol humort, és a különleges, szuper képességekkel rendelkező őrült karaktereket. A repülőgépen visszafele többször hangosan felröhögt, felröhögtem, miközben néztem, elég kínos volt, de egyáltalán nem érdekelt. Ráadásul továbbra is ennek a sorozatnak a legjobb a filmzenéje ever. Hallgassd meg, fönn van a Spotify-on egy playlisten, amit berakok a hírlevélbe, amit megtalálsz a halottnak a coachhu n Én ennyi voltam mára, köszi a figyelmed, stay tuned és a legjobbakat. 嘘って言った ELD「君ってクソだな ELD」e N D「アホって言ったの ELD」e「Don't look over here」「バカにふりしていい Köszönöm a figyelmet, kedves hallgató! Iratkozz fel a hírlevélre a hallottnak a coach.hu oldalon, írd meg nekem, ha láttál, hallottál, olvastál valami érdekeset, amit a podcast követőinek is szívesen ajánlanál, és látogass el a bánandrás.hu weboldalra további erőforrásokért. Ami hamarabb viszont hallásra.